Hajna Hutchins, az Elik Boldvin által véletlenül lelőtt operatőr szülei az oroszok által ostromlott Kijevben ragadtak, számolt be az operatőr férje, Matt Hutchins privát Twitter oldalán az Independent beszámolója szerint. Hajna Hutchins ugyanis ukrán származású volt, szülei, Olga és Anatoli Androsovics pedig jelenleg az ukrán fővárosban vannak. Mint a tweet fogalmaz, az operatőr szülei a legrosszabbra készülnek. Matt Hutchins elmondása szerint Hajna anyja most is ugyanabban a kórházban dolgozik, ahol már 3 évtizede, egyrészt, mert a hazájának szüksége van rá, másrészt azért, mert nem tudnák elhagyni a várost. Hajna testvére, Svetlana sikeresen elmenekült Romániába 3 éves kislányával, és Nyugat-Európa felé tart. Hajna Hutchins Zsitomirban született 1979-ben, a Kijevi Nemzeti Egyetemen újságíróként diplomázott, később Los Angelesben szerzett filmes diplomát. Tavaly októberben, a Rest című film forgatásán történt balesetben vesztette életét, Elik Boldvin kellék fegyverébe ugyanis éles lőszer került, a fegyver elsült, és eltalálta az operatőrt, aki belehalt a sérüléseibe. Férje mellett 9 éves kisfia gyászolja, az operatőr családja azóta beperelte a baleset több érintettjét, köztük Baldwint is.